Az 1 millió csillag a szegényekért akció 1998-ban Franciaországból indult. 99 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozott a kiemelkedő programhoz. A Caritas Europe 2005-től, a nemzetközi Caritas pedig 2006-tól vesz részt önállóan ebben a szolidaritási akcióban. Magyarország 2008-ban csatlakozott a kezdeményezéshez, melyben idén 15 ország vesz részt. Az országos programsorozat nyitánya idén Győrben volt, ahol dr. Veres András megyéspüspököt híradónk az adakozási kedvről kérdezte. Nem csak ilyenkor van az embereknek adakozó kedve, az év folyamán sajnos a közel-keleti keresztényekért kellett már gyűjtést rendeznünk, és ott is nagyon buzgón adakoztak az emberek, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy az ember alapvetően jó. Minden ember szíve mélyén ott van a segítségnyújtásnak a vágya, mert szereti, hogyha nálánál jobban rászorultakon ő tud segíteni. Az 1 millió csillag a szegényekért akció során mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalása nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze, fontos számukra a közösségük és a szegény emberek sorsa. Idén a Caritas 12 egyházmegyei szervezete vesz részt a programsorozatban, melyet december 10-éig több mint 200 helyszínen rendeznek meg országszerte. Egy kis gyertyát vásárolhatunk meg, amit meggyújthatunk akár az otthonunkban, akár bárhol máshol, ezzel mint egy kifejezése juttatva az, hogy így szeretnénk egy másik szívben is fényességet gyújtani karácsony alkalmával, de ezt most ilyen formában, hogy anyagi javakkal, amiket természetesen olyan dolgokra fordítunk, ami minden embernek szükséges, tartós élelmiszer, erre a karácsonyra egy kis kedvesség. A régiek úgy tartották, valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a földön, és valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy ember szívében. Ezt a fényt hivatott jelképezni ez a kis gyertya. És minden egyes gyertya a Caritas kiáltása az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a rászorulókért. Écsi Gábor, a katolikus Caritas igazgatója arról beszélt, hogy a szervezet ezzel az akciójával azokra a szemérmes szegényekre figyel, odakeresi őket, akik a világ elől is takargatják szegénységüket.